À gauche, on fait l'amour dans un taxi. Avec le chauffeur. A törtények másik ládában vannak. Kapjuk el a rohadtakat! Hát gyere közelebb! Tényleg? Beatie Edney, Gruizanikó. Halálos háromszög. A Hungarovideo filmje. További magyar hangok. Várkonyi András, Háda János, Breyer László, Galkó Balázs, Gardos Gábor, Csúlya Imre, Breyer Zoltán, Molnár Judit, Seprényi Témea, Réz Judit, Várnagy Katalin, Szénási Kati, Szűcs Sándor, Katona Zoltán, Ősi Ildikó, Földi Tamás, Andai Katalin. Forgatókönyv Csímpan Huveninge és Robe de Hert. Zene Jack Van Paul, Brian Clifton, Dirk Joris, Marty és Melinda Danayer. Fényképezte Jules van den Steenhoven. Magyar szöveg Csányi Zita és Katona László. Hangmérnök Levacsics Péter. Szinkronrendező Magner József. A magyar változatot a Breyer & Breyer BT a Szinkron Stúdióban készítette. Rendezte Robert de Hert.
Halló? Freddy? Igen? Itt Dark. Hé! Hey, hol vagytok most? Petert elkapták a szemetek. A fene. És a fotók? Megvannak a fotók? Peternél vannak a képek. Láttuk a fegyvereket. Mi a fenét csináljak bizonyítékok nélkül? Senki nem fog egy ilyen sztorit bevenni. Akkor keresek mást. Ez a rohadt ügy nem tűr halasztást. Világra szóló botrány lesz. Ha mind bizonyítani tudod, fotók nélkül semmit nem tehetek. Nem fogom szerezni a rohadt életbe. Te hülye. Azok a terroristák, a Red Peace nevű politikai csoport tagjai. Az egyiküket elkaptuk, de a másik kérdéses. És a fotók? A fotók? Tessék. Ha ez a sajtóhoz kerül, ennyire közel a választásokhoz, miért nem kapják el a másik fickót? Nézze. Be kell tapasztani a száját. Megtaláljuk. Az egyik barátját nemrégiben elkaptuk egy áruházban. De eljárhat a szája az újságoknak. De nincs bizonyítéka. És bizonyítékok nélkül az ilyen cikkek értéktelenek. Nem járatják le magukat. De mindenre képesek. Aha. Ha megszerzik a fotókat, nagyon veszélyesek lehetnek. Az katasztrófa. Megfingatnak. Isten verte, fickók. Itt az ideje, hogy csináljunk valamit. Mik a tervei? Ez a maga dolga. Ez egyáltalán nem állami feladat, ez magánvállalkozás. Simogass. Thank you.
Ne hívd a rendőrséget! Tűnjünk el innen! Gyorsan! Nyomás alaporba! Hármason vagyok. A hármason megkeresni? Oké. Menj át a kettesre, a kettesre. Oké. A kettesen vagyok. En plus, les preuves apportées sont niées par les autorités officielles, comme récemment par le ministère des Affaires étrangères belge, l'Européen notoire Leo Tindemans. A kiváló európai miniszter Leo Tindemans, aki megengedte, hogy hazája elküldjön Iránba két vadászpuskát. Micsoda akasztófa humor. Aggódva amiatt a helyzet miatt, amely mellesleg egyre súlyosabb, az Európa Parlament 130 tagja azt javasolta, hogy parlamenti vizsgálóbizottság tanulmányozza a fegyverkereskedelmet az európai közösségen belül. Bár ez a bizottság szilárdan működött, az elnök úr törvényes érvekkel hozakodott elő, amelyek ez esetben teljesen érdektelenek, amelyek a bizottság munkáját akadályozzák. Elnök úr, tisztelt parlament, tudják, hogy mostanában a közvéleményt lázba hozták bizonyos zavaros híresztelések. A tény az, hogy a csempészet hatalmas méreteket ölt. A fegyverek Svédországból indulva Dánián keresztül lépnek be a közösség területére. És Lisszabonnál hagyják el azt, hogy a harmadik világbeli országokat elérjék. Tudjuk, hogy Marseille és Zivrhe a legfontosabb állomásai a fegyverkereskedelemnek. Amely végül a dél-afrikai apartheid rendszert látja el fegyverrel. Mindez azt jelenteni, hogy az európai közösség képtelen ezt megtárgyalni. Most nem illetékes a kérdésben. De akkor bezzeg illetékesnek érezte magát, amikor a fegyverrendszerek egységesítésén vitatkoztak hónapokig. Et de standardiser le système d'armes. La communauté européenne a la possibilité. Az Európa Parlament a lehetőség és a kötelesség, hogy a független Európa egyensúlyát megőrizze. Üzleti szempontok nélkül. C'est pour cela, monsieur le président, que je fais appel. Ezért számítok én elnök úr a tisztelt parlament jó politikai értékére, melyel ezt a bizottságot felállítja, hogy ez végre munkához láthasson. De zoveelste keer horen we hier een pleidooi, ongetwijfeld met edelmoedige bedoelingen. Voor een Europees initiatief in de zaken een controle op de wapentrafiek. De christendemocratische fractie betreurt evenzeer als de pleitbezorger dat dergelijke trafiek blijkbaar nog bestaat. Hoewel we de mate waarin dit wordt aangeklaagd durven betwijfelen. Maar goed, hoe graag we ook hieraan onze medewerking zouden willen verlenen. Voor een Europees initiatief in de zaken een controle op de wapentrafiek. Jean-Pierre is ott lesz. Mi jár a te fejedben? Nem járok csukott szemmel. Francine, Jean-Pierre az apám lehetne. Volt már ilyen az életben. Minden esetre többet beszélsz róla, mint a férjedről. Csak azért, hogy eltereljem a figyelmet az igazi szeretőmről. Van, amit el kell titkolnom előled. Különben is. Előtted is szabad a pálya. Ó, még szabad? Micsoda lehetőségek. Milyen is lehet Mrs. nagy kutyának lenni? Én nem próbálnám ki. Á, szóval mégis igényt tartasz igen, rá. Igen, az ember soha nem tudhatja. Majd meglátjuk. Elintézem ezeket a papírokat, és visszajövök. Uncouth tesz kezébe. A
franciával kapcsolatos negatívok nálunk vannak, Red Peace. Ne hívjon minket, keresni fogjuk. Hulla vagyok. Ha még egyszer meghallom a felelősség szót, megyünk? Nem, nem. Bocs, közbe jött valami. Vissza kell mennem a hotelba. Valami baj van? Nem, nagyon fáj a fejem. Ne haragudj. Ha akarod, hazakísérlek. Nem, köszönöm, nem kell. Menj csak haza. Nyugodtan. Oké, ahogy akarod. Pihent ki magad. Szia. Ha nem érzed magad jól, holnap se. Szerzek valakit, aki helyettesítsen. Oké? Kösz. Gondolkozz, Anne. Beszéltél bárkinek is erről a jelentésről? Nem. Nem. Tényleg nem tudok semmit a megbízásodról. De ki kell nekik? Te vagy én? Ha azokat a képeket megjelentetik, én vagyok az. Figyelj! Meg kell próbálnunk nyugodtan gondolkozni. Én... Talán jobb lenne, ha nem találkoznánk egy ideig. Az nagyon veszélyes lehet. Értsd meg, nem tudom, mit tegyek. Telefonon tartjuk a kapcsolatot, oké? És különben meg foglalkozzak saját magammal, ugye ezt akarod mondani? Ne forgasd ki a szavaimat! Bocsánat. Ne. Az veszélyes lehet. Nem tartja különösnek, hogy Tuszters felesége olyan fontos szerepet játszik ebben? Hm? Nem. Semmi különöset nem találok benne. Mindenki tudja, hogy viszonya van azzal a franciával, kivéve a férjét, természetesen. Egy kis figyelmeztetés a kellő időben csodát tehet. Nem lesz ez egy kicsit tisztességtelen? A nőkhöz érteni kell. Ein politischer Schachzug, der ins Auge gehen kann. Zugegeben, ja. Oh, da kommen sie. Tag, Jean. Monsieur van Dessel. Unser belgischer Laissez-Passer. Im Dienst Europas. Minister de Vos vom Außenministerium. Freut mich. Ganz meinerseits. Monsieur Meyer kennt Ach ja, Herr. Wie geht's Ihnen? Hervorragend. Wie schön. Wollen wir uns nicht setzen? Hoffen wir, dass die Bestellung nicht so lange dauert wie eine Regierungsumbildung. Wie lange sind Sie schon für das Ministerium tätig? Genau 10 Jahre. Vorher war ich Botschafter in Kinshasa. Ah, in Kinshasa. Mhm. Wünschen die Herren einen Aperitif? Was können Sie uns empfehlen? Vielleicht ein Kir Royal? Champagner mit Crème de Cassis? Nicht für mich. Ich nehme ein Mineralwasser. Das ist keine schlechte Idee. Mineralwasser für uns alle. Wir müssen schließlich einen klaren Kopf bewahren. Raus damit! Los, servier es, bevor es kalt wird, du Pfeife! Gusters, tud egyáltalán erről a dologról? Gusters? Kairóban van. Nem akartuk ezzel pihenés közben megzavarni. A tervet már kidolgoztam. Azt hiszem, a legjobb lenne Belgiumon keresztül küldeni mostantól. Ott alig van ellenőrzés. Kivonjuk a mi társaságunkból ezeket az egységeket, és áttesszük Zürichbe. Meg kell tennünk, hogy működésbe hozzunk mindent. Holnap fölhívom Mr. Gyuritot, hogy szerdán vegye át a szállítmányt. Vigye a plastikot Liechtensteinbe. És a brüsszeli szállítmányt át kell küldeni Desmondnak Texasba.
Megnyugodott? Nem rossz. Ez egy nagyon jó terv. Amikor rosszul mennek a dolgok, ezzel visszavethetjük a nyomozást akár évekre is. Egy évtizedre. Oh! Das ist doch unglaublich. Du bleibst der Geschäftsführer. Es tut mir sehr leid, meine Herren. Es tut mir sehr leid. Verzeihen Sie bitte vielmals. Ungeheuerlich, eine Zumutung. Sie sind fristlos entlassen. Los, verschwinden Sie, raus mit Ihnen. Lassen Sie sich hier nie mehr blicken. Selbstverständlich übernehmen wir die Reinigungskosten. Ich versichere Ihnen, dass uns der Vorfall überaus leid tut. Kusters hajózási társaság, Rotterdam. Presidente, la frazione europea del Partito del Popolo è molto occupato della situazione in Etiopia. Questa terra è stata di nuovo alla fine di una terribile fame. Questa terra vivrà una situazione più grande del 1984. Se noi non aiutiamo in grandi quantità di volontari, secondo le informazioni della Croce Rossa Etiopia, in questo momento ha dichiarato, saranno alla fine di questo anno 10 a 17 milioni di etiopi di nuovo moriranno di fame. Un punto di luce è in confronto alla situazione del 1984, è un punto che adesso è migliorato. A tényező kombinációja azt eredményezi, hogy most Etiópia ismételten éhínségtől fog szenvedni, mint 3 évvel ezelőtt. Szeretném, ha tisztában lennének azzal. Kitaláltál már valami jó címet a fotóknak? Szép sorban kinyomtatjuk őket a jövő héttől. A szerkesztőnél lesznek. Legkésőbb pénteken. Értetted? Központ, miben segítenek? A Hilton Hotelt kérem Kairóban.
Itt Mr. Custer titkárnője. Nem, sajnálom. Megbeszélésem van, most nem zavarhatom. Oh, hello, Mrs. Custer. Megpróbálom. Eric? Igen? A feleséged? Azt mondtam, hogy megbeszélésem vagy. Hello, Ann. Nem, még nem tudok hazamenni. Miért? És miért csak most hívsz? Képtelenség. Szerintem részeg vagy. Én megmondtam neki, sőt, figyelmeztettem, hogyha még egyszer megteszi... Üdvözlöm, Francine. Ismeri az új kollégát? Az összes élő nyelvet ismeri. Hello. Mindjárt jövök. Szia, nem láttalak. Segíthetek valamit? Nem, köszönöm. Csak tölkék vagyok már a munkámmal. Miért nem nézel valami más élvezet után? Francine, előfordult már, hogy nem ez járt a fejedben. Csak ha feltétlenül szükséges volt. Te nagyon magad alatt vagy. Jean-Pierre ejtett, vagy mi? Ez a legkevésbé érdekes. Csak egyedül akarok maradni, ez minden. Oké. Jó mulatást. Pá! Úgy látszik, valaki mást vár. Köpjön. Ach ja, das hatte ich ja fast vergessen. Ihr Holländer sucht immer das, was ihr selbst nicht habt. Gut gesagt. Thank you.
Kaphatnám a kulcsomat? Igen, asszonyom. Levele is jött. Igen, tessék. Sajnálom, most nem adhatom őt. Ó, egy pillanat. Parcsa. Kár, N. Kusters, Strasbourgban. Jó, add ide. Állj vissza. Hello, kedvesem, mi van? Ó, lassan, lassabban, még egyszer. Mi? Nehéz elhinni. Most nem tudok. Dolgozunk, be kell fejezni a vágást. De ha Hágába mész, drágám, miért nem szállsz ki Antwerpenben? Oké, hívj holnap, fölveszlek az állomáson. Ne nyugtalankodj. Kitalálunk valamit. Viszlát holnap, puszillak, szia! Miriam, ellenőrizd a redpisz anyagot, légy szíves. Most? Ha lehet. Indítsd újra. Thank you.
csinálsz te itt? Fénymásolok, nem látod? Holnap vissza kell mennem Hollandiába. Ó, mi meg néhány papírt kerestünk Jean szobájában, csak itt hagytam a szemüvegemet. Azt hittem, kontaktlencsét használsz. De a szemüveg biztonságosabb ilyenkor, azt hiszem. Szia! 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 Nem mondani, hogy Mrs. Custers a szobájában van-e? Hát, azt hiszem, nincs itt a kulcsa. Megkérdezni? Egy kisasszony, egy pillanat, kisasszony! Mrs. Custers? Miró gyilkosainak. Jövő kedden 11-kor az Antwerpeni állatkertben, a kis hülye kurvátok. Ez volt az utolsó. Nem akarok részt venni többé semmibe. Semmibe. Már túl is vagy rajta. Meghagyták, hogy szigorúan figyelmeztessem magát. Hogy a dokumentumoknak minél előbb biztos kezekbe. Vagy... Nagy áruházhoz kérem. Lazíts. Lazítsak? Már tisztára kikészültek az idegeim. Fel a fejjel. Te bolond. Vállásodra. Egészségetekre. Hogy érted ezt?
Tudod, remélem Erik majd el akar válni tőled. Amikor a képek megjelennek. Ha így lenne, nem akarnám megakadályozni, hogy megjelenjenek. Nem. Erik soha nem fog elválni tőlem. Az én házasságom a mennyben köttetett. Mindent megtehet, amit akar, és ameddig a római pápa nem engedélyezi, nem fog elválni. De jól meg fog táncoltatni, ha meglátja a képeket. És megtudja a gyenge pontomat. Sophie? Miatta feladnám az egészet. Nem számít, hogy ők melyik oldalon állnak. Ha akarnak valamit, kegyetlenek lesznek. Szocialistának ismertelek. Már nem is tudom. Valamikor voltak céljaink. Hittünk valamiben. Igen. De aztán feleségül mentél a pénzhez, nem igaz? Te szemét! Te voltál, aki elhagytál, nem? Ez volt az oka, miért lefeküdtél Erikkel? Azt csinálsz, amit akarsz, de te lőttél annak a baromnak az ágyába. Én? Nem volt túl nehéz. Mi? Nézzük meg az anyagot. Nincs itt. Hol a táskám? Eltűnt a táskám. A táskáját keresi, amit a padlón hagyott. Leadtam a portásnak. Istenem, Kár. Nyugi, ne aggódj. Hiányoztál. Gyere, menjünk innen. Hello, anya? En? Bocs, hogy ilyenkor hívlak. Semmi baj. Tudod, hány óra van? Történt valami? Nem. En? Nincs semmi. Figyelj! Reggel menjetek el Sophie-val otthonról. Miért? Valami baj van? Később elmagyarázom. Nem tudnád most? Ó, kérlek, En. Csak kérlek, tedd, amit kérek. De hova menjünk akkor? Menjetek Joan nénihez. Akkor Sophie is folytathatja az iskolát. Csak ne maradjatok otthon. Ide figyelj, kislányom. Nagyon szeretném, ha elmondanád... Nem mondhatom el telefonba. Ó, bárcsak... Akarsz beszélni Sophie-val? Igen, add ide, légy szíves. Mami. Hello, kicsim. Mami. Mami hallani akarta a hangodat. Szót fogadsz a nagyinak? Persze, Mami. Tedd, amit mond, oké? Mami, hazajössz most? Ma éjszaka nem. De aztán sokáig leszek otthon. Nem mész el újra? Nem, megígérem. Szeretlek, Mami. Én is téged. Jó ét, kicsim. Jó ét, Mami. Puszit. Nem viszed túlzásba? Ezek bármire képesek. Minden esetre én kapcsolatba léptem egy barátommal Hollandiában. Jól ismeri a Red Peace-t, majd ő átnézi a dolgokat. Yeah.
Mrs. Custer? Ha olyan kegyetlen lennék, mint maga, én is eltakarnám az arcomat. Ezt nézd! Hát... ezt. Ez az a lány a Redpisztől, aki átadta a képeket. Még sose láttam. Sajnálom, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon különös történet. Hogy érti ezt? Tudja, a zsarolás nem az ő stílusuk. Á, értem. Maga szimpatizál a politikájukkal, és ezért nem ismeri fel az aktivistáikat. Hülyeség, én csak azt mondtam... De még az is lehet, hogy ellenem dolgozik. Ugyan már nem. Én ismerem őt. Ott voltam, amikor a képek készültek, már mint az állatkertiek. Felejtsd el, Carl. Ez csak időpocsékolás. Kesztyűben voltak. Ha a jobb oldalt tenni, akkor maga eszeveszetten kiabálna, de ha a bal, akkor nemesebb célokért harcolnak. Ha ez az, amit a bal oldal kínál, akkor jobb lesz nekem a másikon. Köszönöm, hogy eljuttattál idáig, hogy hazudozónak tart. Senki nem tart hazudozónak, csak azt próbáltam megmagyarázni, hogy... nem akartam megbántani. Nem, csak kíváncsi volt egy jó sztorira, nem számított kinek a rovására. Na gyerünk, pokolba a tényekkel! Írja csak meg a cikkecskéjét a maga vörös hőseiről, akiknek sikerült lesújtani N. Custersra, az angol szukára. Az igazság az, hogy megzsaroltak. Zsarolták már magát, Mr. de Jong. Nem hiszem. Próbálja ki egyszer. Nem, kérlek! Ha hagyjál békén! Hé, nem lehetne csöndesebben? A burzsoázia diszkrét bája. Mintha maga lenne a megsértett ártatlanság. Miközben a titokzatos férje fegyverrel látja el a világot. Custers, van bizonyítékod? Hónapok óta ezen az ügyön dolgozunk. Erre te jössz, Mrs. Custersa. Igen, de ez csak véletlen. Nem hiszem. Én ennek hiszek. En semmit nem tud erről. Esküszöm az életedre. Vigyázz, csak egy életed van. Gondolkozz, máskülönben soha nem jött volna ide. Itt valami nem stimmel. Én is azt hiszem. Gyerünk! Hónapok óta figyeli egy emberem a Custers szállítmányt. Minden szállítmányt ismerünk. Akik benne vannak a fegyvercsempészetben. Amerika és Irán között. Izraeltől az európai lőszertják. Megsértik a fegyverembargót? Igen, megsértik. Semmi nem kerül az eredeti rendeltetési helyére. A rendeltetési hely bármikor megváltozott. Ez így megy évek óta. És Custers szállítmányai alkotják az egyik láncszemet. Hello. Hol van Dirk? Két sört. Jó hideget. Hármat kérünk. Semmit se értek ebből. Még soha nem láttam ezt a tyúkot. Biztos, hogy a Red Peace tagja? Egy ismerősöm úgy tudja, igen. Hát pedig én tényleg nem ismerem. Pedig jó lett volna. Dirk, telefon! Tudsz valamit Peterről? Mi a csoda az a Peter? Egy fickó a Red Peace-től, akit elkaptam. Azóta nem hallottam róla. Mi a francot dumálsz? Könyvesbolt! Mi? A könyvesbolt? Házkutatás van a könyvesboltban! A rohadt életben! Elkéstél. Hogy kerülsz ide? Névtelen telefon. A legjobb pillanatban. Ez az egyetlen, ami jó. Néhány percen belül tájékoztatjuk önöket. Forduljanak vissza és várjanak türelemmel.
Hé, Freddy! Amennyiben hihetünk a névtelen telefonálónak, ezek az emberek azzal gyanúsíthatók, hogy olyan nemzetközi titkos dokumentumokat birtokolnak, amelyek összefüggenek az Európai Vizsgálóbizottsággal. Kérem, hagyják szabadon a bejáratot! Osszoljanak! Smith őrmestert várják a kettes kocsira. Freddy, hogy kerülsz te ide? Téged is felhívtak? Igen, kb. Fél órája. Az képtelenség. Akkor még semmit sem tudtunk. Ki volt az? Mi folyik itt? Mi van? Valami bűzlik. Az összes újságot értesítették. Túlságosan különös véletlen. Ma reggel még nálad voltak a dokumentumok, és 8 órával később a rendőrség keresi. Ez egy rajtaütés. Akkor hogy tudtak mindenkit értesíteni? Ezek a szemetek így akarnak minden szimpatizást lépre csalni. Őrség lecsapott a Red Peace főhadiszállására. Mrs. Kustens, hogy érezte magát Strasbourgban? Köszönöm. Hogyan juthattak ezek az összes információhoz? Ki adhatta a tippet? Ne tőlem kérdezze. Ezekért az információkért én felelős vagyok. Sophie! Kértelek, hogy maradj mellettem, nem? Nem vártam, hogy kijöttük el. Szófi, annyira akart már látni, nem tudtam elkészíteni a szándékától. Köszönöm, még talán. Köszönöm. Nem a saját autójával megy? Taxival jöttem. Az olaszok szokás szerint paraszkodnak. Hivatalosan tiltakoztak az ellen, hogy rajtuk keresztül történjen a szállítás. És Jugoszlávia? Jugoszlávia nagyon jó lehetőségnek látszik. De én megvárnám a genfi tárgyalások eredményét. Ó, ne. Mi át tudjuk adni Kairón keresztül. De mi nem dönthetünk a dologról, amíg nem tájékoztatjuk a kártelt. Ez a legkevésbé sem érdekel. Az amerikaiak idegesek. Még új év előtt Iránba akarják küldeni a következő hajót. Meg kell vitatnunk a helyzetet, amint lehetséges. Mami, mi történt annak a bácsinak a kezével?
Gyere, drágaságom. Nekünk erről miért nincs vezércikkünk? A repisz a maga területe. Fülest kaptak. De maga tudott mindent? Miért nem írt róla egy szót sem, mi? Mert ez mind hazugság. Amit ezekben az újságokban írnak, annak semmi köze a valósághoz. Persze, hogy hazugság, de van bizonyítéka? Még nincs. De dolgozunk rajta. A maga helyében olyan gyorsan megszerezném őket, ahogy csak tudom. Mert vezércikket akarok az illegális fegyverkereskedelemről, és arról, hogy hogyan érinti ez a rettíz, he? Maguknak épp elegendő idejük lesz mostantól erre az ügyre. És nem leszek elnéző. Ezt előre megmondom. Segíthetek valamit, Mrs. Custers? A férjemet keresem. Sajnálom, de értekezletem van most. Most nem zavarhatom. Akkor megvárom az irodájában. Ha tetszik. Kér egy csésze kávét? Nem, köszönöm. Mirte? Az a sofőr, aki behozott minket a reptérről. Milyen régóta dolgozik itt? Jack? Én nem emlékszem. Megpróbálom a személyzetit. A személyzeti osztályt kérem. Miben segíthetek? Halló, itt Mrs. Custers. Felvilágosítást kérek a férjem sofőrjéről. A neve Jack. Kis türelmet kérek. Köszönöm. Mennyi ideje van itt? Ez nem szerepel az adatok között. Mi a lakcíme? Egyáltalán nincs cím. Nem találja? Hiányos a kartonja. Értem. Vissza tudom hívni? Nem, nem érdekes. Köszönöm. Nincs mit. Itt Mirte. Most hívta fel a feleséged a személyzeti osztály Jack miatt. Mi a nyavaját akar? El se tudom képzelni. Sajnálom, hogy késtünk. Megbeszélésünk van Mr. Custerszel. Mr. Dowd és Mr. Ferraro. Igen. Legyenek szívesek követni, uraim. Halló, szerkesztőség! Halló, beszélhetnék Carlal vagy Freddyvel? Itt kell lenniük valahol. Megpróbálom megkeresni őket. Tud várni egy kicsit? Igen. Nem találom őket. Akarja, hogy tovább keressek?
Nem. Nem, sajnálom, én nem tudok tovább várni. Hagyhatnék üzenetet? Természetesen. Kérem, mondja meg nekik, hogy nézzenek utána a férjem sofőrjének. A neve Jack. Nem találtam róla semmilyen adatot. Valami van a jobb kezével. Hívjanak vissza. Sürgősen beszélnem kell velük. Kár tudja a számom. Átadom, asszonyom. Ah, Mrs. Husters. Bocsánat, a férjét keresem. Elnézést. Nem egy kis kikapcsolódás. Pont a saját feleségemet kell túszul ejteni az egyik épületemben. Mi a nyavaja ütött abba az őrült sofőrbe? A pakolba, az az ember veszélyes. Nézze, ez tényleg egy nagyon szerencsétlen eset. De egyáltalán nincs okunk, hogy pánikba essünk. Csak ki kell találnunk valami jó sztorit, hogy húzzuk az időt. Ha egy gyanakszik, nagyon veszélyes lehet. Mit akar ezzel mondani? Szabaduljak meg tőle? Ne legyen nevetséges. Magasabb váltságdíjat kell kérnünk. És kitől? Ha hozzá akar szólni, Claire, legyen biztos benne, hogy nem mond hülyeséget. Önmagunktól. Mi? Nem rossz ötlet. Ha azt mondjuk, hogy a Red Peace túszulejtette az ipar királyának a feleségét,
és kérnek váltságdíjnak több mint 10 milliót. Mi kifizetjük a pénzt magunknak, és Antwerpenben tisztáromosság. Zseniális! Csináljuk ezt. Claire és Adrian előkészíthetik az akciót, amennyire lehet. Én pedig tájékoztatom a sajtót. El kell hitetni, hogy megtörtént a hihetetlen. Paul, ha foglalkozna... Engem hagyjunk ki, én nem akarok belekeveredni semmi bizonytalan dologba. Ezt előbb kellett volna meggondolnia. Persze, ha tud mondani olyan helyet, ahol be tudunk fektetni 10 milliót magasabb haszonnal, Antonnal együtt meg kell tenniük. Letétbe tudnánk helyezni a Svájcban. A konkurenciánál. Maradjunk a lényegnél. Jó, ne viccelődjenek a feleségem rovására. Az hihetetlen, amit ez az újság ír. Öt millió? Tényleg megér 5 milliót? Belga vagy svájci frankban? Svájciban. Ha van annyi pénzed? Mennyiért váltják most a frankot? Hé, ő az. Most már mehetünk. Igen. Lejárt az időt, hercegnő. Belepiszkáltak a játékunkba. Nyisd ki! Mérte? Jack, beszélhetek Johannal? Várjál, téged keres. Jack, mi a fenét akar? Nem viccből hívom. Hivatlan vendégünk van, mit mondjak neki? Nézze, abban az esetben, ha találkozik valakivel, csak egyet tehet, nem? Én személy szerint nagyon sajnálom őt. És Jack, ne hibázzon.
Legközelebb csinálja maga. Hívd a rendőrséget. A rendőrséget? Mondd azt, hogy egy jó fülesed van nekik. Megpróbálom elterelni a figyelmét. Aztán elkapom, vagy így, vagy úgy. Túl kockázatos. Itt akarsz ülni és várni? Nekem nem a szeretőm. Mi a nyavját akarsz csinálni? Nem tudom. De oda nem megyek fel. Miért nem? Tériszonyom van. Akkor cseréljünk. Én megyek föl, és te kapod előt. Na igen, ez már jobb ötlet. Tériszony. Tartsák vissza őket! Hátra!
Van még valami? Nem tudok róla. Ja, nem vagyok benne biztos. Gyerünk, menjünk már innen. Friss rózsát, tessék! $10 két csokrot! Nézzék, milyen gyönyörű virágok! Friss rózsát, tessék! Hello, Jack. Hoztam neked virágot. Közel előre. Felkészülj a teljes közre. Indul! Értettem. Igen? Ez nagyszerű. Jó. Figyelj, Edrien. Tartjuk a kapcsolatot. Viszlát, fiú. Uraim! Minden megoldódott. Szerencsétlenség érte Jacket, a Red Peace beépített emberét. Sajnos tragikus körülmények között meghalt. Isten nyugtassa. Most már nem kell tovább vállalkoztatnunk a sajtót, ugye? Edrien határozottan jó munkát végzett. Határozottan. Megmondaná, mit akar Entől, bár ő sohasem sértett meg nyilvánosan. Csak nem tudom, nem teszi-e meg? Uraim, meglehetősen kellemetlen dolog lenne mindannyiunknak, ha ez megtörténne. Az lehetetlen. Ennek van stílusa. Paul, ne feledje, a sajtót nem vállalkoztathatjuk. Minden ellenőrzés alatt áll. Ugye, Johan? Valakinek tartania kell a színvonalat ebben az űrzavarban. Mirte? Hölgyeim és uraim, kérem, csillapodjanak! Egyszerre csak egy kérdést kérem! Folytathatjuk! Mrs. Custerst ugye az önök raktárában tartották fogva? Pontosan. Az emberrablók egyike nálunk dolgozott, a sofőr. Ő mindent tudott a társaságunkról. Fogva tartani Mrs. Custerst egy ismerős raktárépületben egyszerű, de ostoba megoldás. A sofőrök esetében nálunk nem feltétel a magas intelligencia, de azt hiszem ez lett volna a legutolsó hely, ahol a feleségemet keresem. Természetesen. De megvolt rá az esély, hogy véletlenül megtalálják az alkalmazottak. Ezt a raktárt sohasem használtuk. Ebben az épületben tároltuk az elavult felszereléseket. Alig volt mozgás a környéken. Az alkalmazottaknak rendkívül kevés munkájuk volt ott. Kivéve annak a redpészes fickónak. Ő intézett mindent. Saját magát is ő ölte meg. Csak azok viccelődnek ezzel, akik olyanok, mint ön, Mr. De Jong. A maga érdeklődése közismert, de biztosíthatom magát és minden kételkedőt arról, hogy felfedezni azt, hogy a saját munkásainak egyike megpróbálja befeketíteni önt, elég kemény dió.
És amikor nem talál semmi illegálisat a társaságnál, akkor egymás ellen használ minket, mint zsarolót. Nem sokat teketóriázott, hanem elrabolta a feleségemet. És váltságdíjat követelt érte. Mindezt a jó ügy érdekében. Természetesen. És hogy van a felesége? Biztosan megérti, hogy pihenésre van szüksége ezek után. Természetesen, de hol van most? Ahol nyugalmat talál. Miért az ön társaságát szemelték ki? Talán mert a mi társaságunk pénzügyileg egészséges. Hogy érti ezt? Igazán nyilvánvaló. Ki tudott volna fizetni 5 milliót? Készpénzben, ilyen gyorsan. Kifizették a váltságdíjat? Még tárgyaltunk róla. A rendőrséggel természetesen. Van valami összefüggés a könyvesbolt átkutatás és az ön feleségének elrablása között? Nem tudnám megmondani. Itt valamire nincs válasz. Ki tájékoztatta a sajtót a rendőrség helyett? Kérdezze meg a rendőrséget. Mi már megkérdeztük a rendőrséget, de úgy tűnt, hogy nem tudnak semmit. Amit tudunk az az, hogy a Red Peace-nek dokumentumok vannak a birtokában, amelyeken az önneve kiemelten szerepel. És ezek a dokumentumok úgy mutatják be magát, mint az egyik legfontosabb láncszemet az illegális fegyverkereskedelem folyamatában. Amerika és Irán között. Ostobaság! Talán igaz, bár nem tudom, hogy a Red Peace hogyan szerezte azokat a dokumentumokat. De ha a nevem vagy a társaságom neve benne van, akkor azok a dokumentumok nem hitelesek. De igen, hitelesek. Az egész gyanús esetet ebben az épületben főzték ki. A Red Peace-nek ehhez semmi köze, és ezt be is bizonyítom. Nézzétek, Mrs. Custers, azt hiszem meggyógyult. Igazat mondott. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam Dörköt és Petert, mindketten tagjai a Red Peace-nek. Dörköt 14 napja üldözik, Petert pedig fogva tartották abban a raktárban, ami Mr. Custers tulajdona. Az utolsó napot együtt töltötte Mrs. Custers-szel ugyanabban a raktárban. Hölgyeim és uraim, kérem őrizzék meg nyugalmukat! Nyugalom! Menjen oda, mondja meg Ericnek, hogy tűnjön el, de gyorsan. Hölgyeim és uraim, egy pillanat, kérem! Értsék meg, óriási megrázkódtatás, hogy Mrs. Custers, akiről azt hittük, hogy kezelés alatt áll, váratlanul megjelent itt. De remélem, és tiszta szívemből beszélek, hogy az előbb elhangzott rágalmakat Mr. Custers meg fogja cáfolni, méghozzá hamarosan. Mit akartál elérni ezzel, mond? Tönkre akarsz tenni? Támogatni azokat a hazugságokat és rágalmakat a nyilvánosság előtt? Teljesen elment az eszed? Miféle játékot játszol? Ez a te játékod. És a te hülye játékod egy barátom életébe került. Biztos vagyok abban, hogy valahogy kimagyarázod magad. De sem én nem fogok részt venni a hazugságaidban, sem a lányunk. Ne reméld, hogy otthon leszünk, amikor visszajössz. Sajnállak, Erik. Anne! Ezt nem kellett volna. El kell indulnod. Johan vár téged a sajtóval. Hol van Ann? Mirte, hogy kerülnek ide ezek a fényképek? Nos, jó buli volt. De engem nem hívtak meg. Majd vigyázni fogunk, hogy később csak akkor csináljanak veled interjút, ha már látták a képeket. Mirte, mi talán... Nem most. Nem értem, mit képzelt.
a feleségem hülye. Az olyanokat, mint maga, meg fogjuk állítani! Jó reggelt, Mr. Custers!
európai közösség képtelen ezt megtárgyalni. Most nem illetékes a kérdésben. De akkor bezzeg illetékesnek érezte magát, amikor a fegyverrendszerek egységesítésén vitatkoztak hónapokig. Et de standardiser le système d'armes. La communauté européenne a la possibilité. Az Európa Parlament a lehetőség és a kötelesség, hogy a független Európa egyensúlyát megőrizze. Üzleti szempontok nélkül. C'est pour cela, monsieur le président, que je fais appel. Ezért számítok én elnök úr, a tisztelt parlament jó politikai érzékére, melyel ezt a bizottságot felállítja, hogy ez végre munkához láthasson. Zoveelste keer horen we hier een pleidooi, ongetwijfeld met edelmoedige bedoelingen. Voor een Europees initiatief in de zaken een controle op de wapentrafiek. De christendemocratische fractie betreurt evenzeer als de pleitbezorger dat dergelijke trafiek blijkbaar nog bestaat. Hoewel we de mate waarin dit wordt aangeklaagd durven betwijfelen. Maar goed, hoe graag we ook hieraan onze medewerking zouden willen verlenen. Voor een Europees initiatief in de zaken een controle op de wapentrafiek. Jean-Pierre is ott lesz. Mi jár a fejedben? Nem járok csukott szemmel. Francine, Jean-Pierre az apám lehetne. Volt már ilyen az életben. Minden esetre többet beszélsz róla, mint a férjedről. Csak azért, hogy eltereljem a figyelmet az igazi szeretőmről. Van, amit el kell titkolnom előled. Különben is. Előtted is szabad a pálya. Ó, még szabad? Micsoda lehetőségek. Milyen is lehet Mrs. nagy kutyának lenni? Én nem próbálnám ki. Á, szóval mégis igényt tartasz igen, rá. Igen, az ember soha nem tudhatja. Majd meglátjuk. Elintézem ezeket a papírokat, és visszajövök. Uncouth tesz kezébe. A franciával kapcsolatos negatívok nálunk vannak. Red Peace. Ne hívjon minket, keresni fogjuk. Hulla vagyok. Ha még egyszer meghallom a felelősség szót, megyünk? Nem, nem. Bocs, közbe jött valami. Vissza kell mennem a hotelba. Valami baj van? Szia! 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 Meg tudnám mondani, hogy Mrs. Custers a szobájában van-e? Hát, azt hiszem, nincs itt a kulcsa. Megkérdezni? Én kisasszony, egy pillanat, kisasszony! Mrs. Custers? Miró gyilkosainak. Jövő kedden 11-kor az Antwerpeni állatkertben. A kis hülye kurvátok.
magad ő? Magánál vannak a dokumentumok. Igen. Megmutassam? Ez volt az utolsó. Nem akarok részt venni többé semmibe. Semmibe. Már túl is vagy rajta. Meghagyták, hogy szigorúan figyelmeztessem magát. Hogy a dokumentumoknak minél előbb biztos kezekbe. Vagy... ongetwijfeld met edelmoedige bedoelingen. Voor een Europees initiatief in de zaken een controle op de wapentrafiek. De christendemocratische fractie betreurt evenzeer als de pleitbezorger dat dergelijke trafiek blijkbaar nog bestaat. Hoewel we de mate waarin dit wordt aangeklaagd durven betwijfelen. Maar goed, hoe graag we ook hieraan onze medewerking zouden willen verlenen... initiatief in de zaken een controle op de wapentrafiek. Oké, Jean-Pierre is ott lesz. Mi jár a te fejedben? Nem járok csukott szemmel. Francine, Jean-Pierre az apám lehetne. Volt már ilyen az életben. Minden esetre többet beszélsz róla, mint a férjedről. Csak azért, hogy eltereljem a figyelmet az igazi szeretőmről. Van, amit el kell titkolnom előled. Különben is. Előtted is szabad a pálya. Ó, még szabad? Micsoda lehetőségek. Milyen is lehet Mrs. nagy kutyának lenni? Én nem próbálnám ki. Á, szóval mégis igényt tartasz igen, rá. Igen, az ember soha nem tudhatja. Majd meglátjuk. Elintézem ezeket a papírokat, és visszajövök. Uncouth tesz kezébe. A franciával kapcsolatos negatívok nálunk vannak. Red Peace. Ne hívjon minket, keresni fogjuk. Hulla vagyok. Ha még egyszer meghallom a felelősség szót, megyünk? Nem, nem. Bocs, közben jött valami. Vissza kell mennem a hotelba. Valami baj van? Nem, nagyon fáj a fejem. Ne haragudj. Ha akarod, haza kísérlek. Nem, köszönöm, nem kell. Menj csak haza. Nyugodtan. Oké, ahogy akarod. Pihent ki magad. Szia. Ha nem érzed magad jól, holnap se. Szerzek valakit, aki helyettesítsen. Oké? Kösz. Beszéltél bárkinek is erről a jelentésről? Nem. Mit akartál elérni ezzel, mond? Tönkre akarsz tenni? Támogatni azokat a hazugságokat és rágalmakat a nyilvánosság előtt? Teljesen elment az eszed? Miféle játékot játszol? Ez a te játékod. És a te hülye játékod egy barátom életébe került. Biztos vagyok abban, hogy valahogy kimagyarázod magad. De sem én nem fogok részt venni a hazugságaidban, sem a lányunk. Ne reméld, hogy otthon leszünk, amikor visszajössz. Sajnállak, Erik. En! Ezt nem kellett volna.
El kell indulnod. Johan vár téged a sajtóval. Hol van en? Mirte, hogy kerülnek ide ezek a fényképek? Nos, jó buli volt. De engem nem hívtak meg. Majd vigyázni fogunk, hogy később csak akkor csináljanak veled interjút, ha már látták a képeket. Mirte, mi talán... Nem most. Nem értem, mit képzelt. A feleségem hülye. Az olyanokat, mint maga, meg fogjuk állítani! Jó reggelt, Mr. Custers! Hiányoztál? Gyere, menjünk innen! Anya? En? Bocs, hogy ilyenkor hívlak. Semmi baj. Tudod, hány óra van? Történt valami? Nem. En? Nincs semmi. Figyelj! Reggel menjetek el Sophie-val otthonról. Miért? Valami baj van? Később elmagyarázom. Nem tudnád most? Ó, kérlek, En. Csak kérlek, tedd, amit kérek. De hova menjünk akkor? Menjetek Joan nénihez. Akkor Sophie is folytathatja az iskolát. Csak nem maradjatok otthon. Ide figyelj, kislányom. Nagyon szeretném, ha elmondanád... Nem mondhatom el telefonba. Ó, bárcsak... Akarsz beszélni Sophie-val? Igen, add ide, légy szíves. Mami. Hello, kicsim. Mami. Mami hallani akarta a hangodat. Szót fogadsz a nagyinak? Persze, Mami. Tedd, amit mond, oké? Okay? Mami, hazajössz most? Ma éjszaka nem. De aztán sokáig leszek otthon. Nem mész el újra? Nem, megígérem. Szeretlek, Mami. Én is téged. Jó ét, kicsim. Jó ét, Mami. Puszit. Nem viszed túlzásba? Ezek bármire képesek. Minden esetre én kapcsolatba léptem egy barátommal Hollandiában. Jól ismeri a Red Peace-t, majd ő átnézi a dolgokat. Utolsó napot együtt töltöttem Mrs. Custerszel, ugyanabban a raktárban. Hölgyeim és uraim, kérem, őrizzék meg nyugalmukat! Nyugalom! Menjen oda, mondja meg Eriknek, hogy tűnjön el, de gyorsan. Hölgyeim és uraim, egy pillanat, kérem!
Értsék meg, óriási megrázkódtatás, hogy Mrs. Custers, akiről azt hittük, hogy kezelés alatt áll, váratlanul megjelent itt. De remélem, és tiszta szívemből beszélek, hogy az előbb elhangzott rágalmakat Mr. Custers meg fogja cáfolni, méghozzá hamarosan. Mit akartál elérni ezzel, mond? Tönkre akarsz tenni? Támogatni azokat a hazugságokat és rágalmakat a nyilvánosság előtt? Teljesen elment az eszed? Miféle játékot játszol? Ez a te játékod. És a te hülye játékod egy barátom életébe került. Biztos vagyok abban, hogy valahogy kimagyarázod magad. De sem én nem fogok részt venni a hazugságaidban, sem a lányunk. Ne reméld, hogy otthon leszünk, amikor visszajössz. Sajnállak, Erik. Ann! Ezt nem kellett volna. El kell indulnod. Johan vár téged a sajtóval. Hol van Ann? Mirte, hogy kerülnek ide ezek a fényképek? Nos, jó buli volt. De engem nem hívtak meg. Majd vigyázni fogunk, hogy később csak akkor csináljanak veled interjút, ha már látták a képeket. Mirte, mi talán... Nem most. Nem értem, mit képzelt. A feleségem hülye. Magad ő? Magánál vannak a dokumentumok. Igen. Megmutassam? Ez volt az utolsó. Nem akarok részt venni többé semmibe. Semmibe. Már túl is vagy rajta. Meghagyták, hogy szigorúan figyelmeztessem magát. Hogy a dokumentumoknak minél előbb biztos kezekbe. Vagy... Nagy áruházhoz kérem. Lazíts. Lazítsak? Már tisztára kikészültek az idegeim. Fel a fejjel. Te bolond.
Ígyunk a vállásodra. Egészségetekre. Hogy érted ezt? Tudod, remélem Erik majd el akar válni tőled. Amikor a képek megjelennek. Ha így lenne, nem akarnám megakadályozni, hogy megjelenjenek. Nem. Erik soha nem fog elválni tőlem. Az én házasságom a mennyben köttetett. Mindent megtehet, amit akar, és ameddig a római pápa nem engedélyezi, nem fog elválni. Hello, anya? En? Bocs, hogy ilyenkor hívlak. Semmi baj. Tudod, hány óra van? Történt valami? Nem. En? Nincs semmi. Figyelj! Reggel menjetek el Sophie-val otthonról. Miért? Valami baj van? Később elmagyarázom. Nem tudnád most? Ó, kérlek, En. Csak kérlek, tedd, amit kérek. De hova menjünk akkor? Menjetek Joan nénihez. Akkor Sophie is folytathatja az iskolát. Csak nem maradjatok otthon. Ide figyelj, kislányom. Nagyon szeretném, ha elmondanád... Nem mondhatom el telefonba. Ó, bárcsak... Akarsz beszélni Sophie-val? Igen, add ide, légy szíves. Mami. Hello, kicsim. Mami. Mami hallani akarta a hangodat. Szót fogadsz a nagyinak? Persze, Mami. Tedd, amit mond, oké? Okay? Mami, hazajössz most? Ma éjszaka nem. De aztán sokáig leszek otthon. Nem mész el újra? Nem, megígérem. Szeretlek, Mami. Én is téged. Jó ét, kicsim. Jó ét, Mami. Puszit. Nem viszed túlzásba? Ezek bármire képesek. Minden esetre én kapcsolatba léptem egy barátommal Hollandiában. Jól ismeri a Red Peace-t, majd ő átnézi a dolgokat. Nem igaz? Hé, te szemét! Te voltál, aki elhagytál, nem? Ez volt az oka, miért lefeküdtél Erikkel? Azt csinálsz, amit akarsz, de te lőttél annak a baromnak az ágyába. Én? Nem volt túl nehéz. Mi? Nézzük meg az anyagot. Nincs itt. Hol a táskám? Eltűnt a táskám! A táskáját keresi, amit a padlón hagyott. Leadtam a portásnak. Istenem, kár. Nyugi, ne aggódj. Hiányoztál. Gyere, menjünk innen. Hello, anya? En? Bocs, hogy ilyenkor hívlak. Semmi baj. Tudod, hány óra van? Történt valami? Nem. En? Nincs semmi. Figyelj!
Reggel menjetek el Sophie-val otthonról. Miért? Valami baj van? Később elmagyarázom. Nem tudnád most? Ó, kérlek, Anne. Csak kérlek, tedd, amit kérek. De hova menjünk akkor? Menjetek Joan nénihez. Akkor Sophie is folytathatja az iskolát. Csak ne maradjatok otthon. Ide figyelj, kislányom. Nagyon szeretném, ha elmondanád... Nem mondhatom el telefonba. Ó, bárcsak... Akarsz beszélni Sophie-val? Igen, add ide, légy szíves. Mami. Hello, kicsim. Mami. Mami hallani akarta a hangodat. Szót fogadsz a nagyinak? Persze, Mami. Tedd, amit mond, oké? Okay? Mami, hazajössz most. Ma éjszaka nem. De aztán sokáig leszek otthon. Nem mész el újra? Nem, megígérem. Szeretlek, Mami. Én is téged. Jó ét, kicsim. Jó ét, Mami. Puszit. Nem viszed túlzásba? Ezek bármire képesek. Meg tudnám mondani, hogy Mrs. Custers a szobájában van-e? Hát, azt hiszem, nincs itt a kulcsa. Megkérdezni? Én kisasszony, egy pillanat, kisasszony! Mrs. Custers? Miró gyilkosainak. Jövő kedden 11-kor az antwerpeni állatkertben, aki süllyek kurvátok. Ez volt az utolsó. Nem akarok részt venni többé semmibe. Semmibe. Már túl is vagy rajta. Meghagyták, hogy szigorúan figyelmeztessem magát. Hogy a dokumentumoknak minél előbb biztos kezekbe. Vagy... Pleit bezorgen dat dergelijke trafiek blijkbaar nog bestaat. Hoewel we de mate waarin dit wordt aangeklaagd durven betwijfelen. Maar goed, hoe graag we ook hier aan onze medewerking zouden willen verlenen voor een Europese
Europees initiatief in de zaken een controle op de wapentrafiek. Okay. Jean-Pierre is ott lesz. Mi jár a te fejedben? Nem járok csukott szemmel. Francine, Jean-Pierre az apám lehetne. Volt már ilyen az életben. Minden esetre többet beszélsz róla, mint a férjedről. Csak azért, hogy eltereljem a figyelmet az igazi szeretőmről. Van, amit el kell titkolnom előled. Különben is. Előtted is szabad a pálya. Ó, még szabad? Micsoda lehetőségek. Milyen is lehet Mrs. nagy kutyának lenni? Én nem próbálnám ki. Á, szóval mégis igényt tartasz igen, rá. Igen, az ember soha nem tudhatja. Majd meglátjuk. Elintézem ezeket a papírokat, és visszajövök. Uncouth kezébe. A franciával kapcsolatos negatívok nálunk vannak, Red Peace. Ne hívjon minket, keresni fogjuk. Hulla vagyok. Ha még egyszer meghallom a felelősség szót, megyünk? Nem, nem. Bocs, közben jött valami. Vissza kell mennem a hotelba. Valami baj van? Nem, nagyon fáj a fejem. Ne haragudj. Ha akarod, haza kísérlek. Nem, köszönöm, nem kell. Menj csak haza. Nyugodtan. Oké, ahogy akarod. Pihent ki magad. Szia. Ha nem érzed magad jól, holnap se. Szerzek valakit, aki helyettesítsen. Oké? Kösz. Gondolkozz, beszéltél bárkinek is erről a jelentésről? Nem. Nem. Tényleg nem tudok semmit a megbízásodról. De ki kell nekik? Te vagy én? Ha azokat a képeket megjelentetik, én vagyok az. Közel előre. Felkészülj a teljes közel. Indul! Értettem. Igen? Ez nagyszerű. Jó. Figyelj, Edrien. Tartjuk a kapcsolatot. Viszlát, fiú. Uraim! Minden megoldódott. Szerencsétlenségért egy Jacket, a Red Peace beépített emberét. Sajnos tragikus körülmények között meghalt. Isten nyugtassa. Most már nem kell tovább vállalkoztatnunk a sajtót, ugye? Edrien határozottan jó munkát végzett. Határozottan. Megmondaná, mit akar Entől, bár ő sohasem sértett meg nyilvánosan. Csak nem tudom, nem teszi-e meg? Uraim, meglehetősen kellemetlen dolog lenne mindannyiunknak, ha ez megtörténne. Az lehetetlen. Ennek van stílusa. Paul, ne feledje, a sajtót nem vállalkoztathatjuk. Minden ellenőrzés alatt áll. Ugye, Johan? Valakinek tartania kell a színvonalat ebben az űrzavarban. Mirte?
Hölgyeim és uraim, kérem, csillapodjanak. Egyszerre csak egy kérdést kérem. Folytathatjuk. Mrs. Custerst ugye az önök raktárában tartották fogva? Pontosan. Az emberrablók egyike nálunk dolgozott, a sofőr. Ő mindent tudott a társaságunkról. Fogva tartani Mrs. Custerst egy ismerős raktárépületben egyszerű, de ostoba megoldás. A sofőrök esetében nálunk nem feltétel a magas intelligencia, de azt hiszem ez lett volna a legutolsó hely, ahol a feleségemet keresem. Természetesen. De megvolt rá az esély, hogy véletlenül megtalálják az alkalmazottak. Ezt a raktárt sohasem használtuk. Ebben az épületben tároltuk az elavult felszerelést. Most már mehetünk. Igen. Lejárt az időt, hercegnő. Belepiszkáltak a játékunkba. Nyisd ki! Mérte? Jack, beszélhetek Johannal? Várjál, téged keres. Jack, mi a fenét akar? Nem viccből hívom. Hivatlan vendégünk van, mit mondjuk? Eljöttem. Az olaszok szokás szerint paraszkodnak. Hivatalosan tiltakoztak az ellen, hogy rajtuk keresztül történjen a szállítás. És Jugoszlávia? Jugoszlávia nagyon jó lehetőségnek látszik. De én megvárnám a genfi tárgyalások eredményét. Ó, ne. Mi át tudjuk adni Kairon keresztül. De mi nem dönthetünk a dologról, amíg nem tájékoztatjuk a kártelt. Ez a legkevésbé sem érdekel. Az amerikaiak idegesek. Még új év előtt Iránba akarják küldeni a következő hajót. Meg kell vitatnunk a helyzetet, amint lehetséges.
Mami, mi történt annak a bácsinak a kezével? Nekünk erről miért nincs vezércikkünk? A repisz a maga területe. Fülest kaptak. De maga tudott mindent? Miért nem írt róla egy szót semmi? Mert ez mind hazugság. Amit ezekben az újságokban írnak, annak semmi köze a valósághoz. Persze, hogy hazugság, de van bizonyítéka? Még nincs. De dolgozunk rajta. A maga helyében olyan gyorsan megszerezném őket, ahogy csak tudom. Mert vezércikket akarok az illegális fegyverkerülni. Kuszters? Ha olyan kegyetlen lennék, mint maga, én is eltakarnám az arcomat. Ez az a lány a Redpisztől, aki átadta a képeket. Még sose láttam. Sajnálom, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon különös történet. Hogy érti ezt? Tudja, a zsarolás nem az ő stílusuk. Á, értem. Maga szimpatizál a politikájukkal, és ezért nem ismeri fel az aktivistáikat. Hülyeség, én csak azt mondtam... De még az is lehet, hogy ellenem dolgozik. Ugyan már nem. Én ismerem őt. Ott voltam, amikor a képek készültek, már mint az állatkertiek. Felejtsd el, Carl. Ez csak időpocsékolás. Kesztyűben voltak. Ha a jobb oldalt tenni, akkor maga eszeveszetten kiabálna, de ha a bal, akkor nemesebb célokért harcolnak. Ha ez az, amit a bal oldal kínál, akkor jobb lesz nekem a másikon. Köszönöm, hogy eljuttattál idáig, hogy hazudozónak tart. Senki nem tart hazudozónak, csak azt próbáltam megmagyarázni, sajnálom, nem akartam megbántani. Nem, csak kíváncsi volt egy jó sztorira. Nem számított ki... Erik? Igen? A feleséged? Azt mondtam, hogy megbeszélésem vagy. Hello, Ann. Nem, még nem tudok hazamenni.
Miért? És miért csak most hívsz? Képtelenség. Szerintem részeg vagy. Én megmondtam neki, sőt, figyelmeztettem, hogyha még egyszer megteszi... Üdvözlöm, Francine. Ismeri az új kollégát? Az összes élő nyelvet ismeri. Hello. Mindjárt jövök. Szia, nem láttalak. Segíthetek valamit? Nem, köszönöm. Csak törkék vagyok már a munkámmal. Miért nem nézel valami más élvezet után? Francine, előfordult már, hogy nem ez járt a fejedben. Csak ha feltétlenül szükséges volt. Te nagyon magad alatt vagy. Jean-Pierre ejtett, vagy mi? Ez a legkevésbé érdekes. Csak egyedül akarok maradni, ez minden. Oké. Jó mulatást. Pá! Úgy látik, valaki mást vár. Ach ja, das hatte ich ja fast vergessen. Ihr Holländer sucht immer das, was ihr selbst nicht habt. Gut gesagt. Minden. Oké. Jó mulatást. Pá! Úgy látik, valaki mást vár. Ach ja, das hatte ich ja fast vergessen. Ihr Holländer sucht immer das, was ihr selbst nicht habt. Gut gesagt. Jean-Pierre!
a cicus? Marad mellettem, nem? Nem vártam, hogy hihettük el. Szófi annyira akart már látni, nem tudtam elkészíteni a szándékától. Köszönöm, még talán. Köszönöm. Minden. Nem a saját autójával megy? Taxival jöttünk. Az olaszok szokás szerint paraszkodnak. Hivatalosan tiltakoztak az ellen, hogy rajtuk keresztül történjen a szállítás. És Jugoszlávia? Jugoszlávia nagyon jó lehetőségnek látszik. De én megvárnám a genfi tárgyalások eredményét. Ó, ne. Mi át tudjuk adni Kairón keresztül. De mi nem dönthetünk a dologról, amíg nem tájékoztatjuk a kártelt. Ez a legkevésbé sem érdekel. Az amerikaiak idegesek. Még új év előtt Iránba akarják küldeni a következő hajót. Meg kell vitatnunk a helyzetet, amint lehetséges. Mami, mi történt annak a bácsinak a kezével? Másik ládában vannak. Kapjuk el a rohadtakat! Hát gyere közelebb! Tényleg? Thank you.
Beatie Edney, Druiz Anikó. Halálos háromszög. A Hungaro videó filmje. További magyar hangok. Várkonyi András, Háda János, Breyer László, Galkó Balázs, Kardos Gábor, Csúlya Imre, Breyer Zoltán, Volner Judit, Seprényi Témea, Réz Judit, Várnagy Katalin, Szénási Kati, Szűcs Sándor, Katona Zoltán, Hűsi Ildikó, Földi Tamás, Andai Katalin. Forgatókönyv Csímpan Huveninge és... Mrs. Custer? Ha olyan kegyetlen lennék, mint maga, én is eltakarnám az arcomat. Ezt nézd. Hát. Ezt. Ez az a lány a Red Peace-től, aki átadta a képeket. Még sose láttam. Sajnálom, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon különös történet. Hogy érti ezt? Tudja, a zsarolás nem az ő stílusuk. Á, értem. Maga szimpatizál a politikájukkal, és ezért nem ismeri fel az aktivistáikat. Hülyeség, én csak azt mondtam... De még az is lehet, hogy ellenem dolgozik. Ugyan már nem. Én ismerem őt. Ott voltam, amikor a képek készültek, már mint az állatkertiek. Felesd el, Carl. Ez csak időpocsékolás. Kesztyűben voltak. Ha a jobb oldalt tenni, akkor maga eszeveszetten kiabálna, de ha a bal, akkor nem esett célokért harcolnak. Ha ez az, amit a bal oldal kínál, akkor jobb lesz nekem a másikon. Köszönöm, hogy eljuttattál idáig, hogy hazudozónak tart. Senki nem tart hazudozónak, csak azt próbáltam megmagyarázni. Sajnálom, nem akartam megbántani. Nem, csak kíváncsi volt egy jó sztorira, nem számított kinek a rovására. Na gyerünk, pokolba a tényekkel! Írja csak meg a cikkecskéjét a maga vörös hőseiről, akiknek sikerült lesújtani Ann Custersra, az angol szukára. Az igazság az, hogy megzsaroltak. Zsarolták már magát, Mr. de Jong. Nem hiszem. Próbálja ki egyszer. Nem, kérlek! Ha hagyjál békén! Hé, nem lehetne csöndesebben? A burzsoázia diszkrét bája. Mintha maga lenne a megsértett ártatlanság. Miközben a titokzatos férje fegyverrel látja el a világot. Custers, van bizonyítékod? Hónapok óta ezen az ügyön dolgozunk. Erre te jössz, Mrs. Custersa. Igen, de ez csak véletlen. Nem hiszem. Én ennek hiszek. Én semmit nem tud erről. Esküszöm az életedre. Vigyázz, csak egy életed van. Gondolkozz, máskülönben soha nem jött volna ide. Itt valami nem stimmel. Én is azt hiszem. Gyerünk! Hónapok óta figyeli egy emberem a Custers szállítmányt. Minden szállítmányt ismerünk. Akik benne vannak a fegyvercsempészetben. Amerika és Irán között. Izraeltől az EU... Gondolkozz, Anne. Beszéltél bárkinek is erről a jelentésről? Nem. Nem. Tényleg nem tudok semmit a megbízásodról. De ki kell nekik? Te vagy én? Ha azokat a képeket megjelentetik, én vagyok az. Figyelj! Meg kell próbálnunk nyugodtan gondolkozni. Én... Talán jobb lenne, ha nem találkoznánk egy ideig. Az nagyon veszélyes lehet. Értsd meg, nem tudom, mit tegyek. Telefonon tartjuk a kapcsolatot, oké? És különben meg foglalkozzak saját magammal, ugye ezt akarod mondani? Ne forgasd ki a szavaimat! Bocsánat. Ne. Az veszélyes lehet.
Nem tartja különösnek, hogy Tuszters felesége olyan fontos szerepet játszik ebben? Hm? Nem. Semmi különöset nem találok benne. Mindenki tudja, hogy viszonya van azzal a franciával, kivéve a férjét, természetesen. Egy kis figyelmeztetés a kellő időben csodát tehet. Nem lesz ez egy kicsit tisztességtelen? A nőkhöz érteni kell. Ein politischer Schachzug, der ins Auge gehen kann. Zugegeben, ja. Oh, da kommen Sie. Danke, Jean. Monsieur van Dessel, unser belgischer Laissez-Passer. Im Dienst Europas. Meneer de Vos vom Außenministerium. Freut mich. Ganz meinerseits. Monsieur Meyer kennt Ach ja, ihr. Wie geht's Ihnen? Hervorragend. Wie schön. Wollen wir uns nicht setzen? Hoffen wir, dass die Bestellung nicht so lange dauert wie eine Regierungsumbildung. Wie lange sind Sie schon für das Ministerium tätig? Genau 10 Jahre. Vorher war ich Botschafter in Kinshasa. Ah, in Kinshasa. Mhm. Wünschen die einen Aperitif? Was können Sie uns empfehlen? Vielleicht ein Kir Royal? Champagner mit Crème de Cassis. Nicht für mich. Ich nehme ein Mineralwasser. Das ist keine schlechte Idee. Mineralwasser für uns alle. Wir müssen schließlich einen klaren Kopf bewahren. Mhm.